Korábban döntés született arról, hogy Szekszárd város a 2023 évi terembérleti díjat természetbeli juttatásként biztosítja a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata számára. Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság új előterjesztése azt indítványozza, hogy a sportcsarnok ügyvezetője intézkedjen az írásbeli megállapodással nem rendelkező használók birtokjogának megszüntetéséről január 15-ig. Máté Péter, a Fidesz-KDNP frakció vezetője a javaslatot botrányosnak nevezte, szerint ennek célja az, hogy a KSC működését ellehetetlenítsék. Ez az előterjesztés, ami most a közgyűlés elé került, ez pontosan arról szólt, hogy ezt a díjat ki kell fizetnie, amennyiben nem közbeződést nem fizeti ki, akkor 15 napon belül, azt mondom, hogy január 15-e a dátum, akkor a ügyvezetőnek, sportközpont ügyvezetőjének meg kell zárnia az ajtót a KSC előtt. Ezt nem tudtuk megszavazni, és nem is értek vele egyet. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy Mudvai Árpád, az Oktatási Bizottság elnöke, Oktatási Sportiság Bizottság elnöke gyakorlatilag üldözi a KSC-t, fentően személyes bosszú, amit nem tudom máshol tenni. A frakcióvezető elmondta, amennyiben a kosárlabda csapat nem köti meg a szerződést a sportközponttal, abban az esetben a határozat az ügyvezetőt arra kötelezi, hogy megtagadja az egyesület felnőtt csapata számára a sportközpont használatát. Murvai Árpád, a közgyűlés, oktatás, sport és ifjúsági bizottságának elnöke elmondása szerint nem üldözik és nem akarják kirakni a szekszárdi csapatot, csupán jogszerű eljárást kezdeményeztek.